Sziasztok! Egy újabb sűrű nap elé nézünk. A mai reggel egy fotózással fog kezdődni itt a stúdióban, ahol én leszek a fotós, ugyanis egy nagyon kedves barátnőm megkért, hogy csináljak róla és a családjáról karácsonyi képeket. A dolog különlegessége az, hogy nagyjából egy hónapja született a harmadik gyereke, akit most fogok először látni. Másrészt pedig annyira jó, hogy a stúdiót nem csak olyanokkal oszthatom meg, akik lefoglalják azt, vagy ismeretlenek, hanem a saját barátaimmal is. Főleg úgy, hogy a családjukkal, meg a gyerekeikkel jönnek ide, szóval ez annyira hihetetlen. Na, minden nagyon szépen rendben és tisztán, ami amúgy Noéminek, aki kvázi egy asszisztensem, neki köszönhető, mert tegnap ő volt itt takarítani. Tegnap is volt egy foglalás, szóval még Bécsben voltam, addig is itt zajlottak az események. És most befűtöm először is a helyet. Na éppen pakolom el itt a tiszta edényeket, mert egyébként konyhás foglalás volt nálunk tegnap. Ez ilyenkor úgy működik, hogy annak, aki a konyhai eszközöket használja, a mosogatógépbe kell tennie a kozos edényeket, és akkor Noémi, amikor itt volt, akkor gondolom elindította a mosogatógépet, én meg most kipakolok, úgyhogy tök jó, mert így a konyhát igazából, hogyha jönne utánuk ugye bármi más, bárki más foglaló, akkor szintén tudja használni. Meg is volt a fotózásunk, nagyon-nagyon élveztem, és úgy gondolom, hogy a barátnőm is, meg a családja is, nagyon-nagyon cuki képek lettek, és amúgy annyira hiányzott már az, hogy másokat fotózzak, mert amúgy imádok fotózni, meg annól jártam is ilyen fotós UK-é is, mert volt egy időszakom, amíg 6 éve talán, hogy ja, 5-6 éve, hogy fotós szerettem volna lenni. Aztán végül azzal felhagytam, de nagyon-nagyon jó érzés volt most fotózni, meg alig várom, hogy megfelkezzem ezeket a kis képeiket. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de pár nappal korábban megosztottam egy sztorit, amiben kérdéseket tettetek fel nekem, úgyhogy ezeket fogom most megválaszolni, mert egy millió éve nem volt már ilyen Q&A. Fú, annyi téma van. Hogy megy a stúdióban forgalom? És nagyon-nagyon sok ilyen kérdést kaptam, úgyhogy köszönöm, jól megy a stúdió. A nyár az kicsit ilyen döszögősen indult be, ami szerintem annak volt köszönhető, hogy nyáron amúgy sem egy nagyon az ember stúdióban, mert ugye mindenki a szabadban fotóz. Ugye júliusban nyitott meg a stúdió, a július-augusztus az voltak foglalások, de nagyon kevés. Szeptemberben volt egy ilyen fellendülés, és az október volt a legeslegjobb hónap, amikor tényleg folyamatosan volt foglalás, és nagyon izgalmas projektekkel jöttek az emberek. Utána ugye jött a karácsonyi dekor, és annak hála a november az még jobban teljesített, mint az október, úgyhogy egyelőre most így felfelé ível ugye a bevétel és a forgalomnak a száma is. Most ugye egyelőre a karácsonyi forgalommal nézve azt mondanám, hogy minden második nap mondjuk jön egy foglalás. Van olyan nap, amikor több is jön, van olyan, hogy pár napig nem jön, úgyhogy elégedett vagyok azzal, ami már most így az első fél évben történik. És igen, hogyha érdekel titeket, hogy milyen fotózások zajlottak itt, akkor a stúdiónak az Instagramján van egy ilyen vendégek highlight, és ott szoktam így reposztolni azokat a sztorikat, ami megjelölnek minket, mert nagyon sokan ugye az anyagaikhoz meg a képeiknél, amikor azokat mondjuk feltöltik, akkor nem teggelik be a stúdiót, tehát a megjelölt képeknél ott nem annyira lehet látni, meg nagyon sokan nem is feltétlenül amúgy Instagramra töltik fel ugye a tartalmaikat, hanem mondjuk a honlapjukra, vagy ilyesmi. Mióta van jogsid, szoktál-e vezetni, van-e saját autód? Jogsim az 2017 óta van, és egy stresszmentesebb napomon sikerült átmennem a forgalmi vizsgán annó. Úgyhogy utána nem sokat vezettem, az utóbbi 2-3 évben viszont egyre sűrűbben, annak hála, hogy anyukámnak új autója lett, és az előző autóját most így testvérek között van felosztva, hogy így mind a hárman használhatjuk. Most már inkább csak én rám és az öcsémre jutott. Ezt az autót egyébként sikerült kisajátítanom akkor, amikor folyamatosan ugye ide a stúdióba hordtam a cuccokat, nem is tudtam volna ezt az egészet megvalósítani egy autó nélkül szerintem, mert annyiféle helyre kellett tényleg mennem, meg cipekedni, meg még a mai napig is folyamatosan autóval jövök ide. De alapvetően így az öcsémmel most ketten felváltva használjuk ezt a kocsit, úgyhogy ez óriási nagy előny. Egyik kérdés volt, hogy a futással hogy állok a félmaraton óta, a másik pedig, hogy jövőre egy teljes maraton bevállalnék-e. Fú, kezdem a másodikkal, én szerintem soha nem fogok lefutni egy teljes maratont. Egyszerűen
annyira megterhelő lenne számomra, és nem élvezném, és nem tudom, az már azt érzem, hogy távol áll tőlem, de nem akarom elkiabálni, mert amúgy simán lehet, hogy egy-két év múlva meggondolom magam, vagy olyan fázis lesz az életemnek, hogy ezt tűzöm ki célul. Most, amit szeretnék a jövőben a futással kapcsolatban, az az, hogy több különböző külföldi helyen futhassam le a félmaratont, mert úgy érzem, hogy azzal, hogy Budapesten lefutottam, ugye egy olyan körben, vagy egy olyan területen, amit nagyon-nagyon jól ismerek, és ahol én is napi szinten futottam, tehát tudtam, hogy jó, amikor még nem tudom, 10 kilométer hiányzik, akkor az pontosan hol van és hogyan, de nagyon-nagyon szívesen kipróbálnám magam valamelyik másik városban, másik országban. Sötétben is eljársz futni, illetve ilyen hidegben mi motivál arra, hogy kimenj a házból? Én mindig reggelente szoktam elmenni futni, mert a sötétben meg este fele már nem tudom magamat rávenni, esténként inkább csak ilyen kis sétákra szoktam elmenni, amikor már fáradt vagyok, de azt érzem, hogy még valamit mozognék. Viszont ugye már reggel is nagyon hideg van, főleg amikor az ember felkel és kb. Megfagy a takaró alatt is. Úgyhogy ilyenkor nem is tudom, hogy mi motivál. Felöltözöm nagyon rendesen, erről majd még a következő vlogokban ki fogok majd térni a futással kapcsolatos dolgokra, tippekre. Erőt ad reggelente, tehát azért reggel szeretek menni, mert abszolút erőt ad, feltölt az egész napra, sokkal motiváltabb leszek, sikerül reggel átgondolnom azt, hogy aznap mit szeretnék csinálni, miközben ugye futok, tehát nekem ez egy nagyon jó napindító. Melyik utazásod volt eddig a kedvenced? Erre az évre koncentráljunk, és akkor elmondom, hogy az idei évből melyik volt a kedvencem, mert nem is tudnék most hirtelen választani. Nagyon-nagyon sok jó helyen voltam idén. Kötelezőnek érzem, hogy elmondjam, hogy nyilván a barátommal való utazások azok mindig a top, tehát amikor őt meg tudom látogatni, amikor ő meglátogat, nyilván a fellegekben járok, és azok a kedvenceim, de van egy utazás, ami magában egyszerűen annyira tökéletes volt, hogy én azt így 100-szor meg tudnám ismételni, és az Ibiza volt Zórával. Szerintem maga az időzítés ennek az útnak. Annyira nagyon vártuk, rákészültünk. Pihentető volt, aktív volt, nagyon-nagyon jól éreztem magam Zórával, egyébként vlogot is találtok a csatornán erről az ibizai kiruccanásunkról, vagy hát konkrétan egy hét volt, szóval egyszerűen annyira tökéletes volt, hogy ezt bármikor meg tudnám ismételni. Minden úgy alakul a stúdióval, ahogy eltervezted, nem csinálnál semmit másképp. Fú, nagyon sok szempont van itt, ami eszembe jut, és 5 millió dolog van, amit másképp csinálnék, illetve az új évtől kezdve lesznek is dolgok, amiket másképp fogok csinálni, dolgok, amik belekerülnek a szabályzatba. Igen, meg egyes dolgok, így a háttérmunka, meg az egésznek a működése, az, amin folyamatosan kellett nekem is tanulni, mi az, amire esetleg még szükség van, mit hogyan kéne tárolni, mi legyen a beosztás, ki mikor jön, ki hogyan takarít, stb. Akkor ezeket mind-mind még továbbra is tanulom, így a beosztást, úgyhogy nyilván vannak dolgok, amiket a legeleje óta már jobb lett volna csinálni, hogy előre tudtam volna. De nagyon izgalmas számomra ez a tanulási folyamat. Szerepelnél tévéműsorban? Ez egy érdekes téma szerintem, mert erről soha nem beszéltem. De egyébként egyet nem, szóval semmiképpen sem szerepelnék tévéműsorban. Oké, 99%. Nem tudok olyan műsort mondani, miben amúgy szívesen szerepelnék. Nekem nincsen tévém, úgyhogy én nagyon sok műsorról csak így valahogy a messziről hallok, meg eljutnak hozzám az infók, de nagyon nem vagyok képben egyébként a műsorokkal és ennek a világával, viszont a háttérinfókkal meg képben vagyok, és voltak is olyan tévés megkeresések, amik hozzám érkeztek be, nem voltak ilyen nagyon komolyak, de arról szóltak, hogy menjek el egy ilyen castingra, vagy hogy valamilyen műsorba szeretnének, és akkor próbáljam meg így magát a jelentkezési folyamatot, és ezeket mindig visszautasítottam, mert nekem a tévévilága az már nagyon-nagyon meredek. Hogyha tévében megy az ember, akkor gondolom én a pénzért vagy a hírnévért teszi, és nekem egyiket sem érné meg, bármelyik műsorba is elmennem. Egyszerűen azt érzem, hogy én így elégedett vagyok azokkal a platformokkal, ahol jelen vagyok, mert meg tudom válogatni, hogy milyen tartalom menjen ki rólam, és én magam vágom össze, és arról szól, amiről én szeretném, hogy szóljon, tehát ezt a kontrollt, ezt így nem tudnám elengedni. Van tényleg olyan barátnőm, aki amúgy tévében szerepelt, és semmi bajom azokkal, akik ebben szerepelnek, meg a műsorokkal sincsen, szimplán az, amit én keresek, meg ami az én online jelenlétemet illeti, azt nem szeretném így a tévével összekötni. Volt olyan kérdés, hogy a legszebb karácsonyi ajándék, amit valaha kaptam, vagy hogy melyik a kedvenc karácsonyi ajándékom, amit valaha kaptam. Talán 3 évvel ezelőtt, vagy már 4,
hogy karácsonykor megkaptam az American Tourister-es bőröndömet. Egy ilyen kis bordó színű bőrönd, a mai napig minden egyes utazásra azt hiszem magammal, tehát az utazásaim 99%-ára szoktam ilyen kis bőröndöt venni, mármint hogy a jegy mellé ugye megveszem a kis bőrönd jegyet, és azt viszem magammal mindig, és iszonyatosan strapabíró, tehát a mai napig nincsen egy olyan hibája sem, ami miatt azt érezném, hogy eljárt fölötte az idő, pedig most már szerintem 3 éve, hogy folyamatosan használom, majdnem minden egyes hónapban, úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve az American Tourister bőröndöm minőségével, és nekem ilyen kemény fedeles van, úgyhogy minden, amit szállítok, az védve van benne. Hajat festeni tervezel még? Nem, most hát nem tudom, hogy még mennyire látszódik, mert nekem ez egyébként így nagyjából a természetes színe a hajamnak, nyáron sokkal szőkébb szokott lenni, és télen pedig kicsikét barnább. Mikor festettem? Talán márciusban. Úgyhogy már viszonylag régen, de az is csak ilyen kis balayás volt benne, tehát ilyen pár tincs volt befestve. És most azért nem tervezem tovább festeni a hajamat, mert szeretném megnövezteni, és szeretném, hogy nagyon egészséges legyen. Van olyan ország, ami egyszerűen nem vonz? Ez egy tök érdekes kérdés. És hogyha az EU-n kívülre gondolok, akkor például Kína és Japán lennének azok az ázsiai országok. Nem mondom, hogy nem vonz Japán, de nagyon-nagyon hátra sorolom a listámon, úgyhogy, és Kínát pedig soha nem sorolom a listámon, valahogy a kínai kultúra nem annyira érdekel, a Japán az már egy kicsikét jobban, de az is valahogy nagyon hátul áll a listámon. És hogyha pedig Európán belül gondolkozom, akkor elég annyit mondanom, hogy én utálom a telet, a hideget, a havat, minden téli aktivitást, tehát ebből adódóan az északi országok engem azt mondanám, hogy nem annyira vonzanak. Norvégiában még soha nem voltam, Svédországban voltam egyszer egy tavaszi időben, és Finnországban pont tavaly télen jutottam el, és bármennyire is csodálatos városok meg helyek vannak ezekben az országokban, engem nem annyira vonz. Biztos vagyok benne, hogy egyszer majd el fogok menni az életemben, és nagyon kíváncsi ember vagyok, úgyhogy én bármire nyitott vagyok utazások terén, de valahogy nem vonzanak. Mit tanultál ettől az évtől? Szeretem az olyan kérdéseket, amik elgondolkoztatnak. Azt hiszem, a legnagyobb tanulság az volt, hogy nem kell, és nem is lehet mindent egyedül csinálni. Valahogy mindig arra törekszem, hogy ne kelljen segítséget kérnem senkitől, mert megoldom én a dolgaimat, meg valami az én felelősségem, például a stúdió kapcsán, tudtam, hogy ez az enyém is, és nem várhatom el másoktól, hogy csak úgy, nem is az, hogy segítsenek, csak hogy magukra vállaljanak terheket vagy dolgokat. Viszont eljutottam arra a pontra is, ahol megfelismertem, hogy nem fogom tudni ezeket egyedül véghez vinni. Tehát amikor már a felújítás zajlott, cipekedni kellett, el kellett dönteni egyes dolgokat, és nem csak a stúdió kapcsán, de amúgy az életemben is, szóval már csak a munkámból adódóan egyszerűen nagyon sokszor szükségem van külső segítségre egy-egy fotó, videó, bármi kapcsán, és bármennyire is szeretnék nagyon önálló lenni, nem tudok az lenni minden téren, és ez nem baj. Szóval amit idén megtanultam az, hogy ez nem baj, és mindig lesznek olyan emberek körülöttem, akiket meg tudok kérni, hogy segítsenek, akik szívesen segítenek, és akik támogatnak. És én is igyekszem egy ilyen ember, meg ilyen barát lenni, hogy felajánljam a segítségemet másoknak. Milyen utazásaid lesznek a jövőben? Inspirálódnék, mert ez lesz az ajándékunk a párommal karácsonyra. Hát nem tudom, hogy mennyire számít Mexikót mondanom, mert januárban megyek Mexikóba, a barátomat fogom meglátogatni ismét, illetve az ő családját, és nagyon-nagyon várom. Volt már olyan február hónap, hogy Mexikóban voltam, de januárban még soha. És kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz így egyből a karácsonyi szezon után átkapcsolni és ott lenni. Más utazás egyébként nincsen tervben, nincsen lefixálva, de ami az én fejemben van, ahová szívesen mennénk idén, az, vagy hát jövőre, az Dél-Olaszország és Portugália lenne. Hogyan figyelsz oda a pénzügyeidre, hogy maradsz ebben tudatos? Most, hogy ugye több oldalról is van bevételem, tehát a stúdió oldaláról is, meg a saját munkáim oldaláról is, ezért nekem az vált be, hogy van több számlám, többféle kártyám, mint például mondjuk a Revolut,
és külön kategorizálom a pénzemet. Amikor tehetem, akkor van, amit amúgy euróba váltok a Revoluton keresztül, és akkor euróban tárolok, hogy egyes utazásoknál, vagy bármikor legyen már átváltva pénzem. Ez nyilván attól függ, hogy ugye mikor, milyen az árfolyam. De a Revoluton belül is vannak külön csoportosítva kis mappáim, tehát általában oda szoktam magamnak egy bizonyos összeget átutalni, és akkor azt költöm az adott hónapban. Illetve mindent feljegyzek, ugye a bank kivonatokat is minden hónapban át tudom nézni. A könyvelőnknek el kell számolnom ugye a számlákkal, tehát az is egy jó összesítés szokott lenni. A stúdiónál külön egy ilyen Excel táblázatban vezetem a bevételt, illetve a kiadásaimat, és ebből egy tök jó összesítést fogok majd tudni szerintem egy év múlva csinálni. Tehát úgy nagyjából egy év szerintem az, amit érdemes lesz majd megfigyelni így hónapokra lebontva, hogy akkor mikor mennyi volt a bevétel, a kiadás, nyilván most a karácsonyi dekor például ez egy óriási nagy kiadás volt minden szempontból, és végezetül egy nagyon cuki kérdés, hogy lesz-e valamikor kutyám. Lehet, hogy ez a kérdés azért érkezett, mert a húgom és a barátja most vállaltak egy kutyát egy hónapja, nagyon-nagyon cuki kis Mia, és ez abszolút meghozta a kedvemet, hogy egyszer majd nekem is legyen kutyám, viszont jelenleg úgy, hogy egyedül élek, és rengeteget vagyok úton, és amúgy sem érzem magamban most az erőt, hogy egyedül vállaljak egy kis állatot, ezért most nem szeretnék kutyát, de a jövőben biztosan, és ezt már a barátommal is beszéltük, hogy mindenképpen lesz majd egy-két kutyánk, hogyha lesz egy olyan fix, közös helyünk, ahol azokat ugye érdemes tartani és nevelgetni. Na, ezek lettek volna most egyelőre a kérdések, amiket megválaszoltam. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ezeket feltettétek, és hogyha bármi más felmerülne még, akkor nyugodtan írjatok, vagy írjatok kommentet, de lehet, hogy majd még évvégén csinálok még egy ilyen kört, és akkor azok a kérdések is bele tudnak kerülni, amiket most nem válaszoltam meg. Most rohanok is tovább a Soninfóba, ott kell fotóznom, majd elmesélem, hogy miért. Mint mondtam, a mostani időszakban egyáltalán nem panaszkodhatok a stúdió tekintetében, mert rengeteg foglalás van. Még van kettő külön foglalás is a mai napra, úgyhogy azért nagyon gyorsan rendet raktam. Hamarosan meg is érkezik majd a következő vendég, és a holnapi nap is egyébként nagyon sűrű lesz, mert kettő vagy három különálló foglalás lesz. Lakberendezési dekortárgyakkal teli üzlet. Hát nagyon sok dán márka is van, amiket nagyon-nagyon szeretek, és ennek az együttműködésnek hála lesz kettő termék is, amit onnan kiválasztottam, és a stúdióba fognak majd kerülni, vagy hát kerülhetnének az otthonomba is, de úgy döntöttem, hogy a stúdióba kerülnek, mert akkor már osztozzunk a szépségükön így mindenkivel, úgyhogy szerintem azokat majd a tavaszi kollekcióba, vagy így a tavaszi dekorba fogom beletenni, mert viszonylag így színesebbek, de ja, úgyhogy ennyi, nagyon-nagyon izgi. Na készen is van az ebédem, ami a szokásos saláta. Most vörösbab, illetve füstölt tofu van benne, amit nagyon szeretem ezt a kettőt így együtt. Tovább fogom olvasni a könyvemet, miközben ebédelek. Tudom még. Megnyitom ki. Akkor a kettest kinyithatom, ugye? Aha, már tudom. Na nézzük meg. És visszarakja. Miért rakod vissza? Hát, de ez nagy... Ó, ez jó. Ez a szérum, ez jó. De jó. Amúgy tök jók a dobozai is. Nagyon. Mert amúgy hát a dobozait még újra is tudnád hasznosítani, hogy majd másoknak is abba az ajándékot, hogyha valami apróságot ad. Itt az első, az ilyen giga. Jó. Ú, de jó. Kis... Ez ilyen fixer, nem? Aha. Annyi, ez nagyon jó. Még karácsonyat még eljövünk még egyszer megnézni, hogy azóta miket jutott ki. Vagy amúgy miért nem csinálod azt, hogy reggelente levlogolod nekünk, hogy mi volt benne, de és beküldöd. Mindig küldjem a csoportba videót. Christmas is my favorite.
mert papíron ennek így kell kinéznie, ahogy Nanda csinálta. Ez az, amit én csináltam, hát de egyértelmű, mennyire csúnya. De ugyanaz a csík, tészta, az valahogy neked így teljesen befedi nekem meg. Jó, igen. Visszatértem oda, ahol a mai napot kezdtük. Mivel ma ugye volt 3 foglalás, közben amúgy Naimi jött is besegített itt a dolgok karbantartásával, pontosabban ugye ja, még 2 voltak utánunk, és most jöttem rendet rakni. Nyilván ilyenkor mindig egy kicsikét máshol vannak a dolgok, mint amúgy, ahol szoktak volna lenni, meg az egyik foglaló kérte, hogy a karácsonyi dolgokat pakoljuk le az asztalról, és lepakoltuk neki. Szóval most vissza kell pakolnom mindent, mert holnapra 3 foglalásunk is bejött. Úgyhogy azért, hogy már ne kelljen holnap reggel, ez miatt visszajönnöm, és korán kelnem, hanem végre kirúthassam magam, ezért úgy döntöttem, hogy akkor most még este ezt letudom, egyébként este 8 óra van. És szerintem egy óra alatt itt végzek mindennel. Minden csodásan kitakarítva, úgyhogy itt végeztem is. Na, haza is értem. Ez a nap is a bizonyítéka volt, hogy több időt töltök igazából a stúdióban, mint itthon. Most még neki kell állnom itt a gépemen e-mailekre válaszolgatni, a stúdióval kapcsolatban is, meg egy foglalást fel kell vinnem, mert amikor nem a rendszeren belül érkezik be egy foglalás, hanem külön telefonhívás, e-mail vagy Instagram üzenet alapján, akkor azt ugye külön felviszem a rendszerbe. El is köszönnék tőletek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk holnap. Sziasztok!